Akinek a kaland során nincs éppen fáklya kéznél, de van varázsereje, az használhatja a Continual Flame, vagy az Örök Láng nevű varázslatot. Az Örök Láng nevű varázslat egy második szintű energiamágia, melynek megidézéséhez meg kell érintened egy tárgyat, és fel kell használj 50 aranypénz értékben vásárolt rubinport. Na de hogyan kell elképzelni a varázslatot? Egy fáklya lángjával megegyező fényességű láng fakad egy tárgyból, melyet megérintesz. A hatás úgy néz ki, mint egy hagyományos láng, de nem termel hőt és nem fogyaszt oxigént. Az örök láng lefedhető vagy elrejthető, de nem elfojtható vagy megfagyasztható. Az örök láng nevű varázslatot a cleric és a wizard kasztú karakterek választhatják. Köszönöm szépen, hogy benéztél és megtekintetted a videót, köszönöm azt is, hogyha dobtál egy lájkot, és ne felejtsd el, hogy a feliratkozásoddal csak segítesz nekem, hogy további ilyen tartalmak készüljenek. Látjuk még egymást a következő epizódban. Ragyit. Szia-szia!